Aki járja a mezőket, az gyakran találkozhat a vadon termő ernyős virágzatú növényekkel, ilyen például a vadmurok, a pasztinák és a medvetalp. Jó tudni, hogy óvatosan kell bánni velük, mert a növények sejtnedve, a bőrfelületre kerülve égési sérülésekre emlékeztető hólyagosodást idézhet elő, ezért az arra érzékenyek esetében nem árt a fokozott elővigyázatosság. Az ernyős virágzatú növények esetében a szár, a levelek, a virágok, sőt több fajtánál a termés és a gyökerek is furokumarinokat tartalmaznak. A növények megérintésekor a sejtnedvük a bőrfelületre kerül, többszöri érintkezés hatására a bőr az adott területen fényérzékenyé válik. A furokumarinok a napfény UV-sugarainak hatására bomlanak, a képződő bomlástermékek miatt égő érzés jelentkezik, a bőr kipirosodik, viszketni kezd. A napfény hatására kialakuló bőrgyulladás megfelelő védőöltözettel megelőzhető, így ugyanis gondoskodhatunk a teljes bőrfelület védelméről. Amennyiben az óvatosság ellenére a bőrfelületre jut az ernyős virágzatú növények sejtnedve, minél hamarabb mossuk le, majd ruhával takarjuk be az érintett felületet, és kerüljük a napfényt. Súlyos tünetek esetén feltétlenül keressük fel a bőrgyógyászt.